A fiatalok biztonságáért fogtak össze, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek Egyesülete bemutatkozott ma, ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, tartsanak velünk! Székesfehérváron és környékén rengeteg lehetőség kínálkozik a bulizni vágyó fiataloknak. A szülők azonban féltik gyermekeiket, sajnos nem ok nélkül. A most bemutatkozó Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek Egyesülete a rendezvényekre járó fiatalok biztonságos bulizására, valamint a rendezvényhelyszínek szervezők és hatóságok közötti kommunikáció erősítésére, továbbá a drogprevencióra fókuszál. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan reális célkitűzés van, aminek mindenképpen lehet eredménye. Az az, hogy alapvetően az Egyesület tagjai között lévő szórakozóhelyeken és a közvetlen környezetükben mindenképpen megszűnjön a kábítószer értékesítés. Most nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon heves jelenség a városban, viszont mindenképpen van, tehát kár lenne tagadni. És ráadásul nem ott tartunk, mint a 80-as, 90-es években, hogy a kábítószervásárlás egy luxus dolog lenne, mert ahogy én most látom, egy ecstasyt 2-3 000 forintért meg lehet venni. Az pont az a nagyságrend, amit már egy módosabb gimnazista meg tud engedni magának, de a nagyobbik problémák azok az ilyen 5-600 forintos designer drogok, amit azt se tudod, hogy mit szedsz be. Na most úgy gondolom, hogy amit mi felelősen tenni tudunk, az az, hogy teljesen megtisztítjuk a saját klubjainknak a környékét kvázi a dílerektől. Ezért is csatlakozott hozzánk rögtön egyébként a rendőrség is, mert ez számukra is nagy fejfájás. Ugye ezek ismeretlen eredetű cuccok. Még csak az sincs, hogy valaki heteket dolgozott volna és kutyult volna otthon a konyhájában, mert talajjavítótól a patkánymérgen át bármi, és azért ez úgy gondolom, hogy aggodalomra ad okot. Hogyan lehet megtisztítani, ahogy az előbb ugye fogalmaztál, az ilyen jellegű dolgoktól magát, a klubot, hogyha ne adj Isten bekerülne, illetve a környék? Hát a klubokban ez nem rendszeres, tehát nálunk sem, annak ellenére, hogy a Fezen azért mindenképpen a környéknek a legnagyobb befogadó képességű klubja. Itt az alapprobléma az az, hogy meg tudja venni esetleg a klub közvetlen környezetébe, amire nekünk ugye nincsen ráhatásunk, és mondjuk kint be is szedi. Ezzel nem tudsz mit csinálni, mert beszedi fél órával érkezés előtt, nem fogsz rajta látni semmit, amikor bejön. A másik, hogy nyilván elrejti a cigis dobozába, pénztárcájába, stb. Ergo mi a bejáratnál hiába motozunk, nem fogunk semmit észlelni. Úgyhogy itt az alap dolog az az, hogy például ennek a biztonságos szórakozóhely minősítésnek az alapeleme az, hogy minden csatlakozott klubban legyen kamerarendszer. És igenis, amikor az ember észlel dolgokat, akkor esetleg adjon netes hozzáférést a hatóságnak, hogy lássa, hogy kiről beszélgetünk, meg az, hogy egyébként legyen felvételünk nyilván, hogyha baleset van, erőszakos cselekmény, előkerül egy biztosan díler vagy kábítószert áru, terjes, stb. Ember. Nekünk elemi érdekünk úgy gondolom, hogy ezeket az embereket kiemeljük a rendszerbe. És nem mi, a hatóság, mert hogy mi nem vagyunk hatóság, mi annyit tudunk csinálni, hogy segítjük a rendőrség munkáját, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon gyors eredményt tud hozni. Elhangzott a sajtótájékoztatón egy alkalmazás. Mit jelent ez pontosan? Ugye annyit már elárultatok, hogy a szülők tulajdonképpen nyomon követhetik azt, hogy a gyerekük éppen hol, melyik szórakozó helyen tölti az időt. Nekünk az a lényeg, hogyha valaki megkapja ezt a biztonságos szórakozói minősítést, akkor ne csak magát, a szülőt és a gyereket védjük, hanem alapvetően nyilván a szórakozó helyet is. Nekünk se jó reklám, hogyha valaki nálunk sérül meg, ne adj Isten, hal meg, elterjed a hír, hogy kábítószer van, balhék vannak, stb. Én úgy gondolom, hogy minden szórakozóhelynek elemi érdeke az, hogy a saját közönségét, akiből él, tegyük hozzá, hogy azt biztonsággal kiszolgálja. Tehát nálunk például alapszabály ugyanúgy, hogy a Parabában is, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire vállalhatatlan valaki az éjszaka folyamán, senkit nem verhetnek meg. Tehát nálam is az van, hogyha valaki vállalhatatlan viselkedik, tessék kivinni, leültetni, hívni hozzá egy rendőrt, oldja meg a rendőrség, mert az ő feladata. És akkor majd ő rendezi a sorait a rendőrségen. Én az alkalmazás az kifejezetten a 18 éves életkor alatti és már szórakozni járó gyerekeknek lenne kötelező ezeken a helyeken. Ez egy, hát mondjuk úgy, hogy kidolgozás alatt lévő ötlet, vagy gondolom, hogy majd szabadalom, mert hogy nálunk is probléma szokott lenni az, hogyha valaki megjelenik mondjuk a Fezennél, nyilván nem nálunk fogyasztott előtte
esetleg vet magához bármilyen ajzószert, hogy a jelenség az, hogy kijön mondjuk télen, vagy bejön a mínusz 10-ből a plusz 30 fokba, és hát nyilván rögtön rosszul lesz. Na most saját magamnak is van 2-3 olyan élményem, hogy hajnal fél egykor jön az anyuka, és velem áll neki kiabálni, hogy mert hogy én mit adtam a gyerekének, és hiába mondom neki, hogy édes hölgyem, hát a gyerek besetette a lábát a helyre, hát a kasszáig nem jutott el, nyilvánvalóan rosszul lett, és szerintem egyébként alapvetően az otthoni felelősség a lényeg. Tehát tessék otthon a gyereknek elmagyarázni, mint az auszparkba, hogy a droga az rossz. És ha nem is így, akkor nyilván úgy, hogy hát tessék jóba lenni a gyerekkel és megnevelni. Nem vagyok pszichiáter, tehát Isten ments, hogy ilyen keresetlen tanácsokat osztogassak, de az látható, hogy a kábítószerhez nyúló fiataloknak a nagy része az otthonról pont nem hoz semmiféle ilyen intelmet. Ezzel nem tudunk mit csinálni, tehát mi nyilván nem vagyunk se tanintézmény, se lánynevel, de se senki, hogy ebbe tudjunk segíteni, de azt, hogy eleve ne jussanak hozzá, abba tudunk. Na most nyilván ez az alkalmazás, ez bennünket is véd, tehát ami tervben van az, hogy a 18 év alatti fiatalok, azok csak úgy léphetnek be ezekbe a szórakozó helyekbe, akiknek megvan ez a minősítése, hogy letöltik ezt az alkalmazást és be is jelentkeznek. Semmiféle egyéb dolgot nem várunk, csak gyakorlatilag tőle és a szüleitől egy e-mail címet. Nem tudjuk még, hogy az alkalmazás ez GPS alapon működik, vagy hogy működik, ezt majd nyilván az informatikusok meg fogják csinálni, mert azért van ennek adatvédelmi része is. Én nyilván nem, tehát utánám 16 évesen, hogyha egyébként gyakorlatilag le lehetne követni, hogy mikor, hol vagyok. Nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy lássa azt a szülő, hogy mondjuk este 11 órakor a 17 és fél éves kislánya egyébként mondjuk a Fezenbe van, a Parabába, vagy ha bejelentkezik hozzánk az Alba, Löbaron egyebek, hogy tudják, hogy egyébként ott van. Ez egyetlen egy dologra jó, hogy ha bármi baj van, akkor nyilván lekövethető, hogy a gyerek hol volt. A másik meg az, hogy azért valamilyen szintű biztonságot ad a szülőnek is, meg a gyereknek is, hogy tudja, hogy hol van. Nem beszélve arról, hogyha egy olyan időszakban történt a gyerekkel probléma, amit nem nálunk töltött, akkor egyébként maga a szórakozója is le van védve. Tehát nem keveredhet gyanúba. Ennek nagyjából ez a lényege, hogy ebből mit tudunk megvalósítani itt a GDPR és egyéb dolgok miatt, vagy mennyire lehet ezt kötelező érvényűvé tenni. Ezt meglátjuk, de egyelőre úgy látjuk, hogy mindenképpen releváns az ötlet, és hát bízom benne, hogy szeptemberig ezt ki tudjuk alakítani. A Székesfehérvári Zenész Szórakozóhelyek Egyesülete a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársaival közösen dolgozik. Mint hatóságnak, olyan hatóságnak, akinek a legfontosabb feladat az állampolgárok védelme, az épített természetes környezet védelme, minden olyan kezdeményezésnek örülünk, ami ezt a célt szolgálja, illetve a biztonsági szintet emeli. Külön kihangsúlyoznám, hogy ez a kezdeményezés ez nem a hatósági oldalról indult el, hanem ha úgy tetszik a kötelezetti oldalról, ez egy önszabályozó, önfelügyelő szervezet kezdít kialakulni. A megkeresésükre, amely arról szólt, hogy a katasztrófavédelem plusz pontok, javaslatoknak a ismertetésével, felajánlásával segítse a munkájukat, ezt már megtettük, ez már itt a sajtótájékoztatón el is fog hangozni, és az Egyesület, ha ezt beveszi a szempontrendszerei közé, mint tűzvédelmi szempontokat, plusz tűzvédelmi szempontokat, akkor csak teljes messzélességgel emellett kell, hogy álljunk, hiszen, amit mondottam, a legfontosabb feladatunk az állampolgárok biztonsága. A katasztrófavédelem szempontjából, szemszögéből nézve a legnagyobb veszélyforrás, mint ahogy mondtam, a mi szemszögünkből nézve az a tűzeset, illetve a tüzekkel kapcsolatban keletkező sűrű füst, amely zárt helyen nagyon hamar fel tud halmozódni, fel tud gyülemleni, és ez bizony mérgező hatással van. Nagyon fontos, hogy az esetleges tűzeseteket megelőzzük, hiszen mindig az a legolcsóbb és a legbiztonságosabb, ha be se következik a baj. Ha ne adj Isten mégis megtörténne a baj, akkor pedig nagyon fontos, hogy a bentartózkodók minél hamarabb és egészségesen, sérülésmentesen tudják elhagyni a szórakozást. Gondolok itt a menekülési útvonalakra, a menekülési ajtókra, a menekülési útvonalakat jelző táblákra, a tűzoltókészülékek megfelelő számú és természetesen működőképes tűzoltókészülékek kihelyezésére. Tehát nagyon fontos megelőzni a bajt, ha valami miatt ez mégsem sikerült, akkor pedig mindenki egészségesen éppen hagyja el ezt a szórakozó helyet. Ezért ez a közös együttműködés példaértékű lehet, vagy példamutató lehet mások számára, más városok számára esetleg. Mi az, amit várni lehet majd egy ilyen együttműködéstől?
Hát én úgy gondolom, ez mindenképpen egy újszerű, tehát erre csak ráerősítem, hogy ez egy újszerű kezdeményezés, hogy mit lehet ettől várni. Hát hatósági szempontból azt várjuk, hogy azok a szórakozó helyek, akik a plusz követelmény rendszert, amit az egyesület magára nézve, illetve a tagjai részére kötelezőnek tart, ez a plusz követelmény rendszer, ez emelni fogja a biztonsági szintet. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezt nem a hatóság, nem a katasztrófavédelem az, amely eldönti, hogy milyen plusz követelményeknek, biztonsági feltételeknek kell megfelelni, kell az egyesülethez csatlakozó szervezetnek, szórakozó helynek felvennie, hanem ezt maga az egyesület fogja saját maga szabályozni. Ez egy unikum, tehát ez egy egyedülálló kezdeményezés, én még ilyenről nem tudok. A hatóságunk természetesen rendszeresen ellenőrzi azokat a feltételeket, amelyeket a jogszabályok előírnak. Ezek a biztonsági szintek, amikről most itt hallani fogunk a egyesület, illetve a szervezet kitalálóinak, létrehozóitól, ezek mindenképpen egy unikumnak számítanak. A biztonságos szórakozást Tóth Dániel, vagyis Pixa, az ismert lemezlovas és producer is népszerűsíti. Mint mondja, felelősséget érez a rajongói iránt. Saját magam példájával akarok példálozni, hogy olyan példát kell mutatni, amit követnek. És nem egy elrettentő példát, meg nem tiltást, hanem követendő példákat kell hoznunk. Próbálok úgy élni én is, meg úgy kommunikálni a rajongókkal, meg a fiatalokkal, akik engem követnek az interneten, Instán, Face-en, akárhol, hogy azt lássák, hogy tényleg én amúgy is ilyen vagyok. Úgyhogy erre szeretném felhívni a figyelmet elsősorban, és nyilván, hogyha eljönnek a bulikba, akkor találkozunk élőbe, akkor ezt meg fogják látni, hogy én tényleg ilyen vagyok, és ezt akarom sugározni, kommunikálni, hogy teljesen abstinens módon is lehet ezt csinálni. Nyilván nem fogom megmondani, hogyha akarnak inni alkoholt, vagy akármit csinálni, de én azt szeretném, hogy inkább kövessenek engem, és kövessék azt, amit én képviselek, meg amit mi képviselünk. Hát semmiképpen nem könnyű, de attól még meg kell csinálni. Itt ugye említették páran, hogy itt a megelőzés a lényeg. Tehát gyakorlatilag a különböző vonalakon hozzáteszi mindenki a saját dolgát, és ebből talán összeáll egy olyan egész, amivel több oldalról tudjuk megtámogatni így a fiataloknak ezt a biztonságos szórakozását, és hát én reménykedem benne, hogy ez egy hosszú távú történet lesz, így is állunk hozzá, úgyhogy olyanokra nem is gondolok, hogy ez miért ne, vagy nem sikerül, vagy miért ne, hanem csak arra gondolunk, hogy akkor oldjuk meg a dolgokat. A fiatalok azért sokkal, tehát az inger küszöb az sokkal magasabban van, sokkal több dolgot megengednek maguknak, ezért én is felelősséget érzek abban, hogy hogyan kommunikálok velük, feléjük, mit kommunikálok, és a bulikban, hogy adom ezt elő. Úgyhogy azért erre oda kell figyelni. A lemezlovas mellett Székesfehérvár egyik kedvelt szórakozóhelye is csatlakozott a kezdeményezéshez. Steininger Antal elmondta számára, miért is fontos, hogy vendégei elkerüljék a drogokat. Az, hogy miért alapvetően miért lehet fontos, hogy minél több klub emellé a kezdeményezés mellé álljon. Mert minden egyes klubnak megvan a saját maga kis stílusa, vagy éppen nem olyan, tehát eléggé zeneileg nyilván meghatározó egy klub életében azt, hogy milyen közönséget vonz. Hála Isten Fehérváron tök jó változatos lefedettség van. Tehát azt gondolom zeneileg, aki hétvégén el akar menni szórakozni, legyen az 17 éves vagy 35 éves, megtalálja azt a helyet, amit szeretne. És minél többen csatlakozunk, nyilván annál több embert, nem egy bonyolult képlet ez ugye, annál több embert fogunk elérni. Gyakorlatilag hozzám is, de hozzám mindenképpen ebben biztos, hogy 80%-ban törzsvendégek járnak. Nyilván akik aztán változnak, a személyek a 18 év alatt sokat változnak, de gyakorlatilag hozzánk visszajárnak ezek a vendégek. Gondolom így van ezzel a többi szórakozóhely is, és ezáltal borzasztóan sok, tehát sokkal több embert elérünk, ha mondjuk nem hárman leszünk ebben a szervezetben, hanem hatan. Nagyjából a dupláját nyilván le fogjuk fedni a szórakozni vágyó embereknek, legyen az fiatal, vagy középkorú, vagy akár hány éves is. A frissen alakult egyesület a hatósági partnerekkel közösen létrehozza saját minősítési rendszerét, melynek neve biztonságos szórakozóhely. A minősítésre vonatkozó kritériumokat az együttműködő hatóságok fél évente ellenőrzik majd. A későbbiekben az ANTS, a mentők, valamint olyan szervezetek, magánszemélyek csatlakozását is várják, akik szívesen részt vesznek a gyermekek biztonságáért zajló munkában. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!